penészedés témával kapcsolatban már többször felmerült, hogy mit lehet tenni. Ugye a penészedésnek valamely oka van, valamilyen hőhíd miatt, vagy túlzott a nagy páraterhelés miatt alakul ki. A penészgombák mindenhol vannak, tehát innentől már csak a nedvesség a kérdés, illetve hát a pára, ahol lecsapódik, táptalaj az szintén van a por formájában, ami ott lebeg a levegőben bárkinél. És ilyenkor mit lehet tenni? Tehát vagy hőszigeteljük a házat és hőhidakat csökkentünk, vagy különféle extra penészedés gátló intézkedéseket teszünk. Erről már van egy sorozatom, a penészvadászat, ami több mint 40 részben taglalja ezeket a lehetőségeket. És itt érdemes azt is felvetni, hogy mi van akkor, ha bevetünk egy olyan készüléket, ami megmozdítja a levegőt. Hiszen a penész az tulajdonképpen a meleget és a húzatot nem annyira szereti, tehát a száraz a felület, akkor nem tud lecsapódás lenni, nem tud penészedés kialakulni, és ha megmozdul a levegő, az is sokat segít, hogy ne történhessen penészedés. Tehát vagy húzatot csinálunk, vagy szellőztetünk, vagy valami légtechnikai berendezést alkalmazunk, vagy netán olyan eszközt alkalmazunk, ami csak elindít egy légmozgást, tehát mondjuk ez a berendezés egy légtisztító berendezés alapból, tehát mondjuk a gombaspórákat, port, pollen, sok mindent össze is szed, de alapvetően azt csinálja, hogy megmozdítja a levegőt, hiszen elindul felé egy befelé áramlás, aztán ezt továbbítja, kiküldi hátul, de minden esetre valahonnan ezt a levegőt elszívja, tehát a helyiség levegője elindul ebbe az irányba. És ha még netán teszünk még egy ilyen készüléket, akkor az egész házban, egész lakásban biztosított lehet ez a légmozgás, ami gyakorlatilag erőteljesen lecsökkentheti a penészedést, illetve olyan felületeket, olyan helyiségeket szellőztet, mozdítja meg bennük a levegőt, ahol amúgy pangó levegő lenne, ami kifejezetten kedvez a penészedés kialakulásának. És ez egy olyan készülék, amit mondjuk erősségében is tudunk állítani, vagy ki tudjuk kapcsolni, vagy pedig időzíteni tudjuk, vagy akár éjszaka is tudjuk üzemeltetni, mert van olyan üzemeltetési funkció rajta, akkor az folyamatosan megoldhatja a penész kérdést. Nyilván ehhez nem szabad olyan nagyon nagyfokú penészedés legyen, tehát az bizonyos mértékig segíthet csak, illetve ilyenből több készüléket is alkalmazhatunk, tehát nincs az leírva, hogy csak egyet vagy kettőt, tehát akár minden helyiségben is tehetünk egy hasonlót, és ezáltal a penészedésnek erősen lecsökkentjük a hatását, vagy az esélyét, és minden esetre tisztítja is a levegőt, tehát a gombaspórákat szűri a benne lévő HEPA filter segítségével, amit persze mondjuk fél évente vagy a szennyeződés függvényében sűrűbben el kell távolítani, cserélni kell, de ez is egy megoldás a penésszel való küzdelemben, valakinek ez jön be, valakinek ez működik, nem mindenhol lehet hőszigetelni, nem mindenhol lehet légtechnikai berendezéseket, szellőzőket alkalmazni, próbáljuk meg ezt is, hát ha nekünk ez válik be.